Golyó. Nagyon jó. És hogyha belenyomnál egy ilyen... Az jobb lett. Az arra nagyon jó. Te haj, ez is nagyon jó lett. Gyerekek, szuperek vagytok. Még oda a végére gyorsan a jó, ki mondja el, hogy mit látunk? Na, mit látunk? Tehát így vagyok a templomtorony. Itt van Péter, aki elszívült, miközben tette volna fel a keresztet, az aranyozott keresztet, és lehetett, és itt pedig a Zsófi, aki ugye megérkezett, és már halva találkozunk rá, aki ez visszanyitták. Igen, és fél van piros kendő a fejét. Hát, mert volt egy öreg néni, aki elment, ugye meghalta, meg mi egy, mondjam a végig a történetet, de meghalta, és akkor jött érte, hogy visszamenne hozzá a Péter, és akkor elvett a piros kendőt, hogy nem tudja ki. Nagyon utána még hangi, és ilyen káros szóval kendőzet, hogy nem tudja volna. Tapsoljunk meg, jó? Ha le is időn maradt, ez ugye? Hát gyorsan. Hát gyorsan. Na, jó mindegy. Okay. Na, már nem tudom, hogy kell. Csak akkor kiesik a kendő, mert amikor táncolt, Bede Erzsivel a szűs pali. Kendő vártam, utána kajkodtok, nem akarod? Igen, a kocsmában táncolunk. Igen, és akkor ő a? És a kezedben miért van csengő? De miért, milyen csengő szót kellett volna hallani? A birkának így van. Na, de akkor állj be, Tamás, légy szíves. De te is. Te vagy a koppantyú Demeter. Te jössz haza akkor. Álljál már be úgy, ahogy... Jó, te hagytok, bocs. Tízgéz. Most már megtudtam. Te vagy a ló? Nem, és akkor most elkezdhetem mesélni? Igen, mondja. Na, én János, miközben felnyergelt a dolgokat, meghallott, hogy Menyecski ilyen, miért Klári, beszélget valakivel, és nem hallotta tisztán a szavait, ezért előlépett, hogy rákérdezzem Bért Klárira, hogy kivel beszélgetett. És erre meglátja Lőkini, aki már éppen megyen, és megkérdezi tőle, hogy mit akar. És azt mondta, de kitől kérdezi meg? Hát Gyi János kérdezi meg Bért Kláritól. És akkor ő kicsoda? Hát öreg asszony. Bőkini. Bőnekiné, de hogy ő még ott van? Igen, mert épp megy el. Na, jó, épp megy el, akkor egy kicsit messzebb megy el. Oké. Jó. Judit, ő akadta. Igen. Hozzá egy csengőt. Elmentek a cserdát, a szállna, a szállna. És én vagyok a pista. Lányok a szállna. Igen. Jó. És a pista, ezt megszedni össze, utána a gyermény, és akkor ő... És te vagy a pista. Akkor álljatok belé, szintén, hogy hogy a helyzet szomorlát. Jó.
lehet már itt? Igen. Menjen, mert egymásból közül. Jó, nem csak szeret, tud is. Boldog, nem tudnak magyarul. Nem is tudok, egy kerekezni, egy kézzel. Na jó órája. Mikor Mixiát János felépítette ezt a házát, és ide költöztem. Nyugodtan mondhatom, hogy csak arra az életre emlékezett, ami itt volt ebben a házban. A film eredeti első kiadású vízsorozatok között legyenek egyéb, de mégsem úgy Mixiát írálta, mert Mixiát az élete folyamán még szerkesztés kiadó is működött. Úgyhogy ott benne a második középső portán olyan könyvek vannak, amik a Mixiát kiadókból származnak, de nem az ő. Csak a szlovák fordításoknak is csak egy kis része. Az érdekessége közé tartozik a Tentiker esendője, hát ez a legkedvencebb regénye neki. A Szentpéter esernyőjét német nyelvről svéd nyelvre, maga a svéd király folytatta. Lenne éres elmet bányáról. Az akkori Selmezvány egy ilyen sok kritikai tárkalakosságú város volt. Három nemzet lakta, németek, magyarok, szlovákok. Egy tipikus diákváros volt ott a Bányák Akadémia, az Erdész iskola, a Lizeum és az egyes csoportok.